mindenki rohan össze-vissza, mint a kergebirka, és próbál sikeres lenni, próbál eredményes lenni, próbál gazdag lenni. És csak rohan mindenki ész nélkül, miközben ordítják, hogy ők sokat tanultak, és tudják, hogy hova mennek, de mindenki előbb-utóbb falnak fog csattanni, el fog botlani. Mert egyszerűen nem ismerik a dinamikát a természetben, hogy nem csak rohanni lehet, és nem azért kell pihenni, mert annyira elfáradtunk, hogy már nincs erőnk megmozdulni, és akkor sírunk, hogy szar az életünk, hanem tudni kell még erősen, erőnk teljében megállni, és az energiát átcsoportosítani most nem a mozgásra, hanem a gondolkodásra. Vagy nem a gondolkodásra, hanem az érzelemvilágra. És aztán megint a gondolkodásra, és a mozgásra. Tehát kell az, hogy gondolkozz, érzékelj és cselekedj, és ennek a hármasnak a dinamikáját meg kell találni, és az arányát meg kell találni. Így élhetünk egy olyan életet, hogy szaladunk, ha kell szaladni, mert sürgős tevékenységünk van. De nem kell szaladni akkor, amikor nem sürgős valami, és ezt érezni kell, hogy most nem rohanni kell, hanem lassan kell menni, mert akkor lesz meg az eredmény. Mert nem értik meg az emberek, hogy a siker és az eredmény az nem attól függ, hogy milyen gyorsan futunk, vagy milyen hangosan ordítunk, hanem attól függ, hogy kompatibilisek vagyunk-e a jövővel, amiben megtörténhet az az esemény, amire vágyunk. A kompatibilitás meg azt jelenti, hogy a mozgásunk megfelelő, az érzéseink megfelelőek és a gondolataink megfelelőek ahhoz, hogy formálódjunk a jövőhöz. Ezt kell megtalálni. Nem egyszerű ezt megtalálni, de azt mindenképpen, ha azt mondom, hogy mi a sürgős segítség, amit mondhatok, a sürgős segítség az, hogy stop. Meg kell állni. Meg kell állni, és egy kicsit nézzünk körül. És hogy mikor kell megállni, mindegy. Mondjuk pont akkor, amikor kirakom a vlogot, és azt mondom, hogy stopáljon meg mindenki egy picit. És egy picit gondolja végig, hogy mit csinált eddig, és mi a terve. És gondolja végig, hogy eltervezett valamit, hogy majd a jövő héten meg lesz az első hiba. Hogy eltervezte, hogy a jövő héten meg lesz. Miért tervezte el, hogy a jövő héten lesz meg? Honnan gondolja, hogy a jövő héten az lehetséges? Ahhoz még tanulni kell, ahhoz még cselekedni kell, ahhoz még egy csomó résztvevő kell a környezetéből, hogy egyetértsen és kedve legyen ugyanúgy élni, ahogy ő szeretne, és akkor lesz neki meg az az eredménye. És gondolja végig azt is, hogy ezt eltervezte, hogy a jövő héten ő már gazdag akar lenni, és vajon hány éve próbálkozik gazdaggá válni? 2, 5, 10 éve próbálkozik? Akkor miért nem áll meg, és miért nem veszi észre, hogy ez eddig nem sikerült, és nem feladás az, hogy megállok, és átgondolom, hogy másképp kell csinálni. A feladás az, hogy nem csinálom, és jajgatok másnak, hogy nincs. Az feladás. Az, hogy megállok, és gondolkodom, és megnézem az életemet, hogy így és így csináltam, ennyit és ennyit dolgoztam, és most már igazán jár nekem az eredmény, de nem kaptam meg, az azt jelenti, hogy nem a természet törvényei szerint dolgoztam. És hogyha ennyire lenézzük a természetet, mint például, hogy pusztítjuk is, mert azt hiszük, hogy mi vagyunk az okosabbak, mint ember, és nem veszük figyelembe a természetnek a működését, akkor nem is lesznek eredmények. Az, hogy néha sikerül, az egy másik dolog. Az, hogy néha elénk tolja az élet, véletlen belebotlunk valamibe, az nem jelenti azt, hogy okosak vagyunk és sikeresek vagyunk. Úgyhogy erre szokták mondani, hogy egy kicsit alázatosan basztassuk Istent, mert egyszer véletlen ugyanúgy, ahogy eddig nem is fog odafigyelni ránk. Említetted, hát még egy kicsit korábban, de igazán az eléggé megragadt, hogy rohanás, és hogy törvényszerű, hogy legyen egy csattanás? Azt mondtad, hogy egyszer lesz egy csattanás, nem lehet mindig rohanni.
akkor van csattanás, ha valakiben van elég kitartás. Aki elfárad még a fal előtt, akkor az megúszza. De a csattanás az alapvetően egy negatív dolog, nem? A csattanás az alapvetően negatív, tehát az azt jelenti, hogy nem veszünk észre egy akadályt, és egyszerűen belefutunk. Van az, amikor valaki fut, de nincs elég ereje, így lelassul, és nem ütközik neki. Van az is, amikor valaki csak lavírozik. Beszélgettem ilyen emberekkel, hogy őt még soha nem hagyta ott senki, mindig ő hagyja ott a másikat, például párkapcsolatban. Akkor te számolsz, nem? Tehát akkor te észnél vagy, amikor szerelmes vagy. Persze, hogy ne lennék észnél, hiszen én vigyázok magamra. Jó, de akkor te még nem vagy szerelmes. Még a büdös életben nem voltál szerelmes. Ha szerelmes vagy, akkor nem számolsz. Ha nem számolsz, akkor visz téged a lendület, visz téged bármi, és ettől leszel boldog. Tehát milyen körhinta az, amelyik a képességeimen belül forog? Hát egy unalmas szar, hát arra nem fizetünk, nem hogy elköltsem a fagyi pénzemet. Tehát olyan körhintára ülök be, amelyiknél fogom a gyomorszájamat, ahol kapaszkodok a láncba, hogy ki ne essek, ahol elkezdek egy kicsit félni, és akkor van valami, akkor na most éltem. Na ezt így kell élni. Nyilván nem úgy, hogy ki is essünk. Tehát ezek a határok, hogy nem túlzásban, és nem egy lassú folyamatban. De nem szabad kiszámolni, hanem élni kell. És hogyha már kezd sok lenni, akkor visszavenni belőle. És akkor nem fogunk csattanni soha. Jöhetnek akadályok, és lehetnek nehézségek, de nem fogunk csattani. Ugye az, aki meg azt mondja, hogy igen, én nem számolok, én csak hajrá, belemegyek, na az, aki neki megy a falnak. És hiába mondják neki, hogy hello, jön a fal. De hogy jön a fal, én pozitív vagyok, nincs fal. Na, persze nincs. Nem mindenkinek van. A másik pedig az, aki meg számol, az meg mindig megáll, mindig megtorpan, soha nem megy neki a falnak. De soha nem is ért.